a Lélekhit Kárpátaljáért elnevezésű összefogásnak köszönhetően sokan segítették adományokkal az Ukrajnában élő nehéz helyzetbe került családokat. Az országos méretű kezdeményezés mellé több zeneiskola is csatlakozott, és támogatásáról biztosította a háború sújtotta térségben élőket. Várnagy Andrea úgy fogalmazott, a zene ereje óriási csodákat képes tenni. Bérce Semese, tagintézményvezető elmondta, a diákok mellett a tanárok is szerettek volna szerepet vállalni a kezdeményezésben, így számos közös produkciót alkottak meg. A fellépők között zenészek és néptáncosok is helyet kaptak. Az országból 77 művészeti iskola jelentkezett, 65 településről, és mi vagyunk az egyik. És ez a kezdeményezés, tehát az a háború apropóján az Ukrajnában élők megsegítéséért, és ez egy jótékonysági koncert, tehát adományokat is gyűjtünk, amiket el fogunk juttatni arra a bankszámra számára, amelyet őt megadtak. Simon Péter, a ProArtist alapfokú művészeti iskola igazgatója úgy nyilatkozott, a jótékonykodás kötelességünk, a nehéz helyzetbe került embertársainknak mindig segítséget kell nyújtani. Ez a sorozat úgy képzelhető el, hogy egy időben hangzik el minden résztvevő iskolában egy órás hangverseny, illetve hát nálunk most van egy kis csődítés, vendégvárás, itt a fuvozenekar az udvaron fogadja a vendégeket. Azt tudom mondani, hogy 77 zeneiskola csatlakozott országosan ehhez az akcióhoz. Az összefogásnak köszönhetően nem csak a zene erejével, de adományokkal is sikerült támogatni a Kárpátalján a háború miatt nehéz helyzetbe került embereket.